Az egész évre tervezett államháztartási hiányt is sikerült túllépni április végére. Ennek némiképp elébe ment a kormány azzal, hogy megemelték a hiánycélt, így most már a megemelt hiánycélhoz képest jobban áll a dolog, mert annak a kétharmadát sikerült az év egyharmad alatt nagyjából elégetni. Balázsi Zsolt közgazdászt a holdalapkezelő portfóliókezelőjét köszöntöm a stúdióban. Mindaz, amit most elmondtam a hétköznapi élet szintjére lehozva, az mit jelent? Üdvözlök mindenkit. Egy nagyon egyszerű hasonlattal, hogyha valaki, Magyarország átlag 10 fok, 10 Celsius fok egy évben, de ha valaki szeptemberben ránéz az adott évre, akkor azt látja, hogy 15 fok van, úristen, baj van, de aztán az ember tudja, hogy jön október, november, december, az majd lehozza ezt az átlag hőmérsékletet megint a 10 fok környékére. És valami ilyesmit látunk, tehát az, hogy az elején, mindig az elején összegyűlik a, a hiánynak a nagyon, jó, nagyon nagy része. Ugye azzal kezdtünk, hogy a 3 os hiánycélt, azt már ahhoz képest nagyon rosszul állunk, de a 3 os hiánycélt azt szerintem azt se gondolta komolyan, aki azt először kimondta. A négy és fél... Hát az... pedig törvénybe iktatták, nem is olyan júniusban, tavaly júniusban, úgyhogy Akkor sokan... komoly, nagyon, komolyan <laughs> nagyon komolyan gondolták. Nagyon <laughs> komolyan gondolták. Vagy sokan úgy csináltak, mintha nagyon komolyan gondolnák, és, de aztán ugye ezt megemelték négy és félre, ez már közelebb lesz a realitáshoz, valószínűleg még, még, ez se valószínű, hogy teljesíthető, de tegyük fel, hogy igen, hogyha négy és Nézzük, akkor ahhoz képest az, amit most láttunk, ez a kétharmad, ez a korábbi évekhez képest nem, nem nagy különbség, sőt, azt hiszem, még jobban is állunk sok szempontból, mármint, hogy jó, jobban állunk időarányosan. időarányosan is. És, és ugye az a, az a helyzet, hogy egyébként ez, hogy elszállnak a hiánycélok, ez egy globális jelenség. Tehát a, ugye a pandémia után sajnos a kormányok ráéreztek rá, rá arra, hogy hát ha szóljuk a pénzt, akkor azzal szavazatokat vásárolunk, és az Egyesült Államokban idén 7 os ö, hiány lesz. Úgyhogy nem, ez nem egy magyar jelenség, Azért mondom azt, hogy nem, nem, gondolt ez komolyan, aki ezt a 3%-ot mondta, mert tavaly 6,5% volt a magyar költségvetési hiány. Tehát a 6,5%-ról lejött volna 3%, az akkor a megszorítás, amit nem bír el egy magyar gazdaság, pláne nem bír el a jelenlegi helyzetben. Úgyhogy a, a négy és fél is még két kal az eddig kevesebbet költ a kormány. Egyébként így kommunikál a kormány is, tehát sikerként adja el azt, hogy az eredeti uh, hiánycélt az azt már sikerült kimeríteni, viszont a megemelt hiány hogyha nem lépjük túl, akkor jobb lesz, mint amelyen volt tavaly, remélem, hogy követhető volt, iszonyatosan magas lesz így is. Uh, né Ugye? De ez Csak nézőpont kérdése. Nézőpont kérdésem, ahhoz képest attól függ, hogy mihez visszanyítjuk, meg, hogy milyen idők vannak. Nagy baj egy nagy költségvetési hiány olyankor, amikor más nem csinálja például. Vagy nagy baj akkor, amikor, amikor 2008 tehát hogy amikor a, 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 a a, az előző kormányok költségvetési problémája, az 2008-9-ben eszkalálódott és borult. Miért? Mert a világból elfogyott a pénz. Hirtelen senki nem akart adni kockázatos országoknak kölcsön, és ahhoz, hogy egy magas költségvetési hiányt fedez, ahhoz kölcsön kell kérni külföldről. Na most, ha, ha ez borul, azért, mert 2008-90 globális pénzügyi válság, és nem adnak, akkor van a baj. Jelenleg a világ nem így néz ki. Tehát a világban halad a gazdaság, a világban boldogan keresi a pénz azt, hogy hova fektethet be. Magyarország magasabb kamatot ad, mint a szomszédos országok, és eddig, addig, amíg ez, ez van, és nem ijednek meg extra módon Magyarországtól, és nem ijed meg a világ önmagától, pénzügyireg, addig ezt a pénzt megkapjuk, és addig ebből nincs nagy probléma. Illetve van egy másik logika is, legalábbis ahogy olvasom az ide vonatkozó nyilatkozatokat. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban is már többször érvelt az úgynevezett magas nyomású gazdaság mellett, és éppen hivatkozik, ön is említett, hogy 7%-os költségvetési hiányjal küzd, nem tudom, hogy küzd, de minden esetre ezzel él együtt az Egyesült Államok. Hivatkozik Nagy Márton az Egyesült Államok példájára hogy nem foglalkoznak annyira rigorózusan a hiány célokkal, vagy a hiánynak a mértékével, mint ami mondjuk az Európai Uniós gondolkodásban megszokott, és lám ez biztosít is nekik egyfajta gazdasági prosperitást, is, példaként említi szintén Kínát, ahol megint ezt lazában kezelik, mint ahogy nálunk mondjuk egy Maastrichti kritériumban benne van, mert mondja Nagy Márton, hogy a gazdaságnak a pörgetéséhez, hogyha egy kicsit elengedjük a hiányt, az nem akkora nagy probléma, ha abból egyébként növekedés lesz, és aztán később majd jövedelem lesz. És a 23-as esztendő azt mondta, hogy volt egy 6,5 százalékos költségvetési hiány, de nem volt belőle GDP növekedés. É, igen, ugye az, hogy a költekezünk, annak igazából a, van egy azonnali hatása, hiszen elköltöttük, de, de hogyha ezek jó költekezések lennének, akkor ugye szépen elkezdenének termelni ezek a beruházások, és akkor a, a gazdaságot később fogja pörgetni. Én félek attól, hogy nem az állam legjobb beruházó Magyarországon, Magyarországon különös kép, máshol se nagyon, de Magyarországon különös kép. Egyesült Államok, Kína, nem tudom, más politikai kultúra, akár tegyük fel nagyobb a verseny abban, hogy kiköltheti el azt a költségvetési költekezést, és akkor az egy kicsit el, el, el eltolja egy meritokratikus irányba, egy olyan irányba, hogy, hogy, hogy termelék egy beruházások, hogy jöjjenek vissza az országba. Félek, hogy Magyarország kevésbé ilyen. És valóban, tehát igazából ez a jövő el, el, és az a baj, hogy, hogy ha, ha, nagyon ennek a GDP növekedés bővületébe bő, élünk, és miért, miért, élünk annak a bővületébe, mert ez egy olyan szám, amit a kormány ki rakni, hogy, hogy mint egy fajta saját teljesítmény, ugye nyilván ez is megint több ország, tehát minden ország kormányára vonatkozik, amikor az jó, akkor az a saját érdeme, a kormány számára, amikor az nem jó, akkor az valakinek másnak a hibája. Azt hiszem, hogy valami ilyesmit látunk most is. Az, amikor a kínai tőke egyre erőteljesebben jelenik meg Magyarországon, és olyan beruházások, amik közfelhasználás, közfelhasználású beruházások is lehetnének, és végeredményben Magyarország fogja kifizetni. Ön meg én meg a nézők az adóforintjaiból. Itt a, a, az infrastruktúra beruházásokra gondolok elsősorban. Miért járunk jobban, hogyha ezt Kína finanszírozza, nem, nem, úgy finanszíroz, hogy pénzt ad, tehát félreértés ne hitelt ad Kína. Tehát ez miért jobb lehetőség számunkra, mint hogyha más piacokról szereznék meg a forrást, akár hitel formájában? Nem jobb. Ugye a, mi a beruházás lényege, hogy termeljen, hogy hasznos legyen. Az, hogy ki, tehát ki hoz ide egy árat, kínaiak hozzák ide azt a gyárat, vagy a Bosch hozza ide ezt a gyárat, vagy a Suzuki hozza ide a gyárat, az igazából mindegy lenne a magyar gazdaság számára, ha, hogyha sajnos olyan politikai klímában manőverezte magát a magyar kormány, hogy csak kínaiak hoznak ide, akkor nyilván a kínaiakra kell hagyni. Nem, is csak a, a működő kére gondolom, meg a beruházásokra gondolok, hanem arra, hogy ők vasutat építeni hitelből. Akkor egyébként, amikor normáliséknál erre volna Európai Uniós forrás is, de most ezt hagyjuk, most egy kicsit terheltebb a viszonyunk, de erre, hogyha már egyszer Magyarország fogja kifizetni nem zsebből, hanem hitelből, akkor miért jobb kínaiaktól fölvenni erre hitelt, mint hogyha más pénzpiacokról vennénk föl hitelt? nem. Jobbak a jobb. feltételek a kínai hitelnek. Engem a végeredmény érdekelne, hogy az a vasúton, ami fölépül, magyar hitel, mindegy, hogy kiadja ezt a hitelt, már ezt vissza kell fizetni, az a vasúton az termelni fog, vagy sem. Az, 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 annak a célja az, hogy gazdasági prosperitás lesz belőle, vagy az, hogy politikai tőke lesz belőle. Inkább én itt, itt választanám ezt el, nem az, hogy kifinanszírozza azt a beruházást, a nagyjából mindegy, hogy kifelé fizetjük vissza a kamatokat. Kiszolgáltatottság szempontjából is? Tehát aki akinek követelése van, annak hát benne van a nevében követelése van. Ugye ez kiszolgáltatottság, ez csak akkor lesz, vagy nem lesz, hogyha ezeket a hiteleket tudjuk-e fizetni. Az pedig a költségvetési hiányban jelenik meg, és a a azzal kezdtük, hogy azért nagy baj nincsen. Tehát ha Magyarországon 4,5 százalék, vagy esetleg 5-6 százalék közt lesz a költségvetési hiány idén, az még simán kezelhető, pláne hogyha azt nézzük, hogy a világban is ez egy... Ez, ez egy megszokott szám jelenleg, és hogyha ha ha mégse, na akkor lesz, de akkor sem ugye konkrétan nekik, vagy nekik, vagy nekik kiszolgáltatottság, hanem bizony azt kell elő kell teremteni a finanszírozását annak, hogy a költségvetésre meglegyenek, tehát a költségvetési kiadásokra meg a pénz, és ez, nem, ez megint nem attól függ, hogy most ki birtokolja azt a hitelt, aminek a kamatait kell fizetnünk, ez attól függ, hogy ki bírjuk-e fizetni, ezzel nincsen gond, tehát per pillanat nincsen gond, és erre mondtam azt, hogy amíg a, a, a világban olyan jó a a hangulat a pénzügyi piacokon, mint amilyen jó hangulat. Erre elég megnézni egy részvényindexet, még a magyar részvényindex is csúcson van, vagy meg kell nézni a forintot. Tehát amikor, amikor baj lesz, azt szóna tudjuk, hogy a forint nagyon gyengül, a magyar kamatok nagyon fölmennek, ilyesmit nem látunk a világban. Szerintem a 400 közelében már ne nagyon gyöngüljön a forint olyan nagyon. Hogy... Fogasz, ez egy gazdasági természetűség, hogy fog neki. Senki rágódjon, forint gyengülni fog szépen, óvatosan, komolyan. Hát, tegyük az az uniós csatlakozás óta a cseheknél azt hiszem, hogy 20 vagy 30 on erősödött a az euróhoz képest, de ez egy másik beszéd. Már nem fel, forintjuk nem. van, az a bajuk. Nem, Aki, ná, viszont nekünk abban a szerencsében van részünk, hogy 50-60%-a gyengült ugyanezen idő alatt. Balázsi Zoltán, Zsolt közgazdásznak köszönöm szépen, hogy itt volna. Köszönöm szépen.